közben van az a kezdeményező, és hozzá is kíván szólni, közben fenntartja ezt a szándékrendbe, akkor szinte összeegyezzük, hogy szavazást rendelt el a két hétét azzal, hogy a szerző hozzászavazzon igen, nem. Most. Hogyha fel lehet állítani és megtörténik, akkor egy természetes egyensúly alakulhat ki a kormány által biztosított törvénykezés és a nép által biztosított esetleg vétójoggal rendelkező igények és a környezetük védelme érdekében, életterük védelme érdekében. Ennyit akartam a kérdésre elmondani, és ezért fogalmazódott meg bennem ez a kérdés. Köszönöm. Köszönöm szépen. A határozat előtt alapján javaslom a bizottságnak, hogy a kérdés hitelesítését is itt tavadja meg. A kérdés többféleképpen is lehet értelmezni. Köszönet a hozzászólásoknak, ezért egyértelmű, viszont a kérdés beadásakor több értelmezés is lehetséges volt. Úgyhogy amelyben úgy értelmezünk, ahogy ön is említette, hogy a szerző szándéka a bármelyik kormányoknak a jogállamisághoz hasonló általános hatáskörű felelősségi jogkerrel és teljes jogkerrel rendelkező alisvány hivatal elnevezési területi állami köztársasági szerve létrehozása, akkor egy érvényes és eredményes módszerek alapján az alaptörvény 17. cikk 3. bekezdésének a módosításához vezetne. A hatályos jogszabályok kimondják, hogy a vármegyei kormányhivatalokat a főispán vezeti. A kormány megbízott elnevezésének a módosításával a főispáni titulus. Általános helyettese a főigazgató maradt. Az alispáni tisztség elnevezés szintjén nem sem került visszaépítésre a magyar terminológiába. A kérdés egy másik értelmezési vonulata, hogy az alispáni hivatal az önkormányzati igazgatás része legyen, vagyis ez a vármegyei önkormányzat szerve lenne. Ezzel kapcsolatban újfent az alaptörvény módosítása merül fel, mert a 33. cikk második bekezdésében a vármegyei képviselőtestület vezetője a vármegyei képviselők közül választott elnök. Amennyiben a kezdeményezés célja, hogy az elnök helyett az alispán legyen a vármegyei képviselőtestület vezetője, úgy ebben az esetben szintén az alaptörvény módosításával indokolt. Az alaptörvény 8. cikk 3. bekezdés A pontja alapján a kérdés nem irányulhat az alaptörvény módosítására, és burkoltat sem foglalhat magában az alaptörvény módosítást. Így
rendőrség vizsgálata következik. Tehát már az előzőkben elmondottak alapján is megállapodott, hogy több értelmű a kérdés. Nem egyetem, hogy az alispányi hivatal hol helyezkedne a hatályos jogkörben. Nem egyértelmű a felelősségi jogkör teljes érdekképviselet kategóriája sem. Itt a kérdésből látszik, hogy a szervező szükségesnek tartja példáhozó jellegűt kifejteni ezeknek a kitételeknek a tartalmát, amely már önmagában is igazolja azt, hogy nem egyértelmű a kérdés. Így az alaptörvény 8. cikk 3. betezés A pontjában meghatározott tiltották körbeütközés és az NSZDD 9. szakasza szerinti egyértelműségű követelményeknek nem felel a kérdés, tehát nem tudok kérdezni, amit hozzászólás. Vitesi Csandrásnak már a szó. Köszönöm, tehát annyira csatlakozom el, hogy Bólaszom. Sajnos ez a kérdés jogilag többségből érzik, és nagyjából egy ilyen lehetetlen vád is van benne, és majd a határozatban elolvashatják a 18. bekezdését, amire hivatkozott elnök úr, hogy ugye az alaptörvény 17. cikk 3. bekezdéssel azt mondja ki, hogy a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve az a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, amit ugye január óta a főispán vezet. És ez a kormány kinyilvánította, hogy Magyarország aksigyár nagyhatalom lesz. Röviden. A Debrecenén Aksigyár ügyében kiadott környezetvédelmi engedélyt, azt Rácz Robert főispán nevében is megbízásából dr. Hajdoré dr. Kovács Mária Monika a főosztályvezető adta ki. Tehát a kormány, illetve a bármilyen hivatal ennyire tartja fontosnak a vizek védelmét, amire egyetértek, csak ez a kérdés ez nem tud átmenni az előbb említett okok miatt. Köszönöm. Ön Cigergelynek adom meg a szót. Szamszög Árnakról szól, és egyet kell, hogy csak a határozott tervezettel, az ott felhozott jogokkal. Csak arra tekintettel, hogy itt a beadványozó közös szól hozzá, hogy szerintem alapvetően az egy nagyon jó dolog, hogy az állampolgárok élnek és olyan szeretnének azzal a lehetőséggel, amit a népszavazási kezdeményezés biztosít számukra, úgyhogy ez önmagában egy üdvözlendő dolog. Sajnos nagyon nehéz olyan kérdést megfogalmazni, ami mi át tud menni, mert ugye nagyon erős következménye vannak egy ilyen kérdésnek. És arra érdemes figyelni, hogy elnök úr is említette, de szerintem ez nagyon fontos, hogy a következő már is kérdéssel szeretnének fordulni a bizottsághoz, hogy például a példához szót azt mindenképpen kerülni kell, mert az egy egyértelmű jelzése annak, hogy nem egyértelmű, hogy mit kell csinálni az országgyűlésnek akkor, hogyha ez a kérdés átmegy. Tehát arra kell ilyenkor figyelni, hogy a kérdésből egyértelműen következzen, ha igenben szavaznak az emberek, ha nem rá, hogy utána jogalkozónak pontosan milyen tartalmi jogszabályt kell meghoznia, és akkor van esély arra, hogy ezeken a technikai dolgokon nem tudik el a kezdeményezést, és akkor válik lehetősége az állampolgárnak arra, hogy egyébként eredményesen legalábbis megfutassák ott a kérdésüket a bizottság előtt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Csárvár csodálkozunk először. Köszönöm szépen! Nagyon röviden szeretnék arra reagálni a magyar történetet, mert szerint Alispán nem teljes analóg módon a megyei közgyűlés elnökének felelt meg, de a kérdés én az egyértelműségi klauzula miatt nem tartom elfogadva. Tehát igazából evidenciaként használja a fogalmat, hogy nem minden választópolgár számára az. Tehát semmi probléma nem lenne, hogy a jogalkotó döntene itt természetesen a történelmi elnevezések visszaadásával, de ebből a kérdésből nem egyértelmű. Amennyiben további hozzásra és nincs elhozzáhozásra, teszem fel a kérdést. Megállhatom, hogy biztonságban 15 igen szavazatban a kérdését felismítését megtaláltam. A kettes számú kérdés következik. A kérdés következőképpen szól.
akarja, hogy az országgyűlés törvényben ismerje el az önálló vármegyei autonómiát és annak a listáját és hivatalát, amelyet a helyi választópolgárok közvetlenül jelölnek és választanak. A kérdés benyújtásának törvényei teljes mértékben megegyeznek az előző pontban tárgyaltakkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdésben javaslom a bizottságnak, hogy a kérdési tervezését tagadja meg. A határozat tervezetünk harmadik részében vissza áttekinti röviden az önkormányzatiság fejlődését Magyarországon. A népszavazásra vesolt kérdés két kérdésre osztható. Az egyik kérdés, hogy az országgyűlés törvényben ismerje el az önálló vármegyei autonómiát. A másik az alispáni hivatal létrehozására irányul, és annak meghatározására, hogy az alispánt a választópolgárok közvetlenül jelöljék és válasszák. A vármegyei önkormányzat a helyi önkormányzat egyik típusa, képviselői mandátumokat arányos választási rendszerben, jelölő szervezetként nyilvántartásból egy pártok által állított és a szükséges számú ajánlás összegyűjtött és tárgyalható szavazás eredményeképp szerzik meg. A vármegyei képviselőtestület elnökét a vármegyei képviselőtestület saját tagjai közül válassza. A kezdeményezés olyan jogalkotást céloz, amely alapján a vármegye választópolgárja az alispánt közvetlenül választanák, ahogyan például a települések választópolgárja a polgármestert. A kezdeményezés célja, tehát egy olyan a hatályos szabályozásban jelenleg nem létező hatalomgyakorló jogszabályoztatása, aki a megbízatását szintén választópolgárok általi megválasztásával szerzi meg. A képviselőtől és a polgármestertől eltérő helyi közhatalomgyakorlónak a hatályos jogrendben való iktatása kizárólag az alaptörvény módosítása után lenne megvalósítható. Az alaptörvény 8.3. bekezdés A pontja alapján azonban nem irányulhat az alaptörvény módosítására a kérdés, és burkolatán sem foglalhat magában alkotmány módosítást. Ezután a tervezet 5. része a helyi önkormányzati képviselő és polgármesterek választásáról szóló törvények tartalmának módosítására mint tiltott tárgyat vizsgálta. A kérdésben tartott érvényes és eredményes népszavazás alapján a jogalkotó létrehozná a vármegyében az alispánt tisztséget, a megválasztása anyagi jogi szabályai az ő vétében, míg a választási eljövő eljárás jogi szabályait a VL-ben kellene fogadnia. Az alaptörvény 8. cikk 3. bekezdés C pontja szerint nem lehet országos népszavazást tartani az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásáról szóló törvények tartalmára. Ezután az egyértelműség vizsgálata következik. A kezdeményezés két kérdésre osztható. Az egyik, hogy az országgyűlés törvényben ismerje el az önálló vármegyei autonómiát, a másik, hogy az alispánt a helyi választópolgárok közvetlenül jelölik és válasszák. Nem egyértelmű, hogy a kezdeményező miben állna, kezdeményezés szerint a vármegyei autonómia törvényben foglalt elismerése, amennyiben az alaptörvény 32. cikk 1-es bekezdése szerint hatáskör bővítése lenne a szervező célja, az az alaptörvény módosítás nélkül nem megvalósítható. A másik értelmezés a kérdésnek, hogy a szervező a vármegyei autonómia alatt a korábbi, az 1950 előtti közhatalmi jogosítványok visszaállítását. Van egy harmadik lehetőség az értelmezésre a kérdésnek, hogy a vármegyei autonómia olyan létét, amelyet a szervező törvénybe kíván foglalni, valójában az alispánt hivatal létrehozása jelent. Így az említett tiltott tárgykör és az egyértelműség hiánya miatt javaslom a kérdés elutasítását. Kérdés hiteles készségek az elutasítását, a vitát megnyitom, kérdezem, hogy hozzászól. Ha valaki szíves, önnek megadom a szót.
Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt bizottság. Egyetértek a határozati javaslattal, illetve egy dologgal szeretném kiegészíteni. A tervezetben is azt szerepel, és elnök úr is azt mondta, hogy a kérdés arra vonatkozhat, hogy az alistán közvetlenül jelölését és választják. Szerintem pedig ez a kérdés nem ezt mondja, hanem a hivatalra mondja. És hivatalát, amelyet a helyi választópolgárok közvetlenül jelölnek és választanak. Szerintem ez is mutatja, hogy mennyire nem egyértelmű a kérdés. Köszönöm szépen. Köszönöm. Pápi hozzászólás hiányában szavazásra teszem fel a határozott tervezetet. Egyetértem szavazni ennek a szavazási indítatnak. Illetve a tájhoz és az élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról. Tehát úgy gondolom, hogy ez a kérdés mindenféleképpen meg kell, hogy állja az alaptörvény ezen paragrafusa alapján, és ez a teljes mértékben a termőföld védelme, az fontos a jövő nemzedéke, tehát mondjuk a gyerekeink, az unokáink érdekében. Az önellátás. Önellátás szempontjából, tehát azt jelenti, hogy az ott élő területeken olyan élelmiszereket tudnak előállítani, amik az életterükhöz hozzátartozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát egyetértelműen hasonló bizottságnak kérdési felhőzítését adott meg. A kérdés a jelenleg fennálló kisajátítási eljárás anyagi jogi szabályát kívánja módosítani. A kisajátítás a tulajdonjog közérdekben alakuló elvonása, amelynek legfőbb szabálya az alaptörvényben nyert szabályozás. Az alaptörvény 13. cikk első bekezdése
kimondja, kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon teljes feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet. Az alaptörvény kisajátítási jogintézménye kapcsán ugyan szigorú keretek között, de megengedő szabályokat tartalmaz, míg a népszavazásra javasolt kérdés általánosan tiltó rendelkezésbe beiktatását célozza. Ugyanis az általában elérni kívánt cél természtől kisajátításának a generális tilalma, akkor ha az ipari létesítmény telepesítése céljából történik. Az alaptörvény 13. cikk második bekezdésében a kisajátítás a tulajdonállás jogszerű eszközeként végső megoldásként ugyan, de lehetővé teszi a kisajátításról szóló törvény, pedig azon feltételrendszer kerül, a törvénybe pedig azon feltételrendszer kerül rögzítésre, amennyien ilyen kisajátítás lehetséges. Az alaptörvény a kisajátítás tárgyaként a tulajdont jelöli meg, ez lehet ingó, vagy pedig a termőföld esetében ingatlan. Kezdeményezésből szükségszerűen következik az alaptörvény módosításra, és csak a kisajátításról szóló törvény módosításával az országgyűlés nem tud eleget tenni a jogalkotó kötelezettségének, mert a KST úgy módosulna, hogy az ellenmondásba kerülne az alaptörvény 13. cikk második bekezdésével. Tehát a kérdés az alaptörvény módosítására irányul a 8. cikk harmadik bekezdés alapján. Aztán az egyértelműség vizsgálata következik. Itt ami problémás, az ipari létesítmények fogalmának a tisztázása. Ugye az ipari létesítmények gyűjtő fogalomként értékelhető, például erőművek, gyárak, bányászati építmények is lehetnek ipari létesítmények. Itt a kérdés egyértelműségével abban áll, hogy a választópolgár nem látja pontosan és konkrétan, hogy milyen ipari létesítmény kapcsán fejti ki a véleményt. Például előfordulhat az az eset, hogy a választópolgár egyetért azzal, hogy hőerőmű létesítése céljából termőföldet ne lehessen kisajátítani, azonban egyetértését a hulladékégető kapcsán már nem tudja megadni, holott ezek mindegyike ipari létesítményként apostrofálható. Így tehát a kérdés annyi részkérdést foglalhat magában, amennyi itt ipari létesítmény fajta létezik. Ezért az alaptörvény 8. cikk 3. bekezdés alpontjában a tiltott kártyát földönkező kérdés és az NSZTV 9. szakasza szerint egyértelműség jött el, hogy meg sem tesz eleget. Így tehát megnyitom. Köszönöm szépen állapra a szót. Támogatni fogom határozott javaslatot a döntés érdemben, viszont az első részben kifejtett érvelését nem tudom osztani. Tehát az, hogy az alaptörvény rögzíti, hogy mik a kisajátításnak, tehát az állam által egy tulajdonállomásnak a korlátai, az nem jelenti azt, hogy egyébként az országgyűlés, mint az állami hatalom gyakorlója, az önmagára nézve restriktívebb szabályokat nevezett, tehát alkotmányosan. Tehát innentől kezdve álláspontok szempontból az érvelésnek az a lába nem áll meg, hogy az alaptörvény módosítását igényelni ez, hiszen az alaptörvény csak annyit rögzít, hogy milyen feltételeknek nem megfelelő kisajátítás, tulajdonállás sérti az alaptörvényt, de azt nem, hogy egyébként bármit is valahogy ki kell sajátítani. Az államnak egyébként is érdeke van, és nem alapjogat, tehát az alapjogok mind az állammal szemben érvényesülnek. Tehát a tulajdonhoz való alapjogot vonhatja az állam bizonyos szabályokkal, de magára nézve ezt a jogát, és ezt a jogát, ezt az alapjogot mondja el, ezt korlátoztatja általános jelleggel, anélkül, hogy ez a törvényelmes lenne, csak tágítani nem lehet. Tehát csak azt nem mondhatja, hogy nem fog kártalanítást fizetni, ezt nem mondhatja, de azt igen, hogy
innentől kezdve tudnak elfelejtett fizetek, vagy azt is, hogy bizonyos körökben nem alkalmazom törvényet tiltani magamnak, hogy a tulajdont elmondjam. Köszönöm szépen. Köszönöm. Rúdnál adásnak adom el a szót. Köszönöm szépen a szót. Ebben az esetben is támogatom a tervezetet, egyetértek Göncz Gergely ellenfoglalásával, tehát nem semmi nem zárja ki, hogy az állam törvényi szinten tovább szigorítsa a kísérletes szabályait. A törvény szabályainak a további szigorítása nem feltétlenül jelenti azt, hogy a megvalósításra van szükség, hogy ez megtörténik. És én egyébként az egyértelműség szempontjából semmelyik irányban nem látom a problémát, mert ezt előttet megtartom szélve, és őt az emléknek a határozatervezetben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Péter Csándásnak adom el a szót. Köszönöm. Szerintem ez egy egyszerű és egy nagyszerű kérdés. És itt mindenkit emlékeztetnék, hogy a Kúria az 51-2016-os számú határozatával a Dőgöző KMSZP-s képviselő által benyújtott egyetértő azzal, hogy az országgyűlés alkossal törvényt az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról című kérdést hitelesítette. Az alaptörvénynek a felhívott szakasza a 13. cikk második bekezdése miszerint idézem, tulajdon kisajátítani, csak kivételesen és közérdekű a törvény megtalálók esetekben és módon teljes feltétlen és azonnali kárpontás mellett lehet. Azt mondja az alaptörvény, hogy ez egy ilyen végső megoldás, utat akarunk építeni, Józsi bácsi nem adja el, Józsi bácsi, ahol kisajátítás lehet, ez szóval lejött egy út. De ez a kérdés ugye nem ezt akarja, hanem védeni akarja a termőföldet. És hát, ahogy a mellettem ülő taktársa mondta, hogy én fogalmaztam az ellenkés kérdést, az egy előttetek ilyen protokollás, még szerintem még felolvasni is nehéz volt, mert arra azt mondani, hogy nem tudjuk, hogy mi az, hogy ipari létesítmény, ez hova szűkítsük? Többen benne van a kevesebb. Ha most láthatjuk azt a szót, hogy ipari, akkor itt lenne az a kérdés, hogy létesítmény, akkor tényleg azt mondom, hogy jó, milyen létesítmény. De ezt, hogy ipari létesítmény, ez lenne egyértelmű, és ilyen építési jogszabályokkal meg építményi jegyzékes besorolásokkal jön a tervezet, hogy nem tudja meghatározni, meg hogy a hullat, lehet, hogy benne van a hulladék éget, hogy igen, benne van, mert az is ipari létesítmény. Tehát ez bocsánat, aki általános iskolás gyermek is tudja. Tehát ez egy teljesen egyértelmű kérdés, én azt gondolom, és amivel kezdtem, Gőgő Zoltán kérdését is utasított, vagy hitelesítette a Kúria. Tehát nincs benne, benne van, hogy válaszok az alkérdéseket. Illetve benne van, mert ugye ez egy gyűjtő fogalom, amit tervezett leírja. Ilyen létesítmény olyan benne van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bemutatni fogom a tervezeti javaslatot. Ez egy nagyon jó indulatú kiszolgálási kezdeményezés, hogy az előző kettőse volt. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi alaptörvény rendelkezései szerint ezt sajnos vissza kell utasítanunk. Ez egy jelenlegi alaptörvény van az, hogy közérdekű lehet kísérletes eljárást lefolytatni, és igazából, hogy mi a közérdek, az esetenként változik. Jelenleg az alap, a mostani népszavazási kezdeményezés, az egy rangsort állít föl, miszerint az, hogy valami termőföld van, legyen az mindenképpen jelentősebb közérdek, mint bármilyen más egyéb érdek, függetlenül milyen ipari létesítmény fog létesülni. Erre tekintettel, mivel ugye az alaptörvényben nincsen ilyen értéki hierarchia, hanem csak a közérdeket tartalmazza, szerintem az alaptörvény 16. cikkelyet második bekezdéséhez ütközik a kérdés feltétele. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cserván Csokán, a szót. Köszönöm szépen a szót. Én magam egy nemes célnak tartó és magyar alaptörvény szelleméből következik a magyar termőföld védelme, azonban én a határozott tervezőn azzal egyetértek, hogy már minden által megszorító álláspontokat képviselő alaptörvény módosításával járna ez a népszavazás sikeressége, mert a tulajdonképpen a viszonyokat olyan szinten nyílja a felelős, olyan helyesen alaptörvénybe került
sajátítás, hogy a kísérletes intézményétől belértetben korlátozza mindenféleképpen az alaptörvényen foglalt klauzulákkal együtt szabályozhassék. Azért nagyon messzi vizet kevezünk, hogy az alaptörvényről nincs helyen népszavazásnak, mert egy külön tudományos vitát érdemek, mert Lehel Zoltán kollégám mondta, hogy lényegében a hatályos alaptörvény keretei között ez alaptörvényen belüli kollíziót eredményezne. Tehát igazából is, hogy a természet védelme abszolút az alaptörvénynek, de most nem ez a népszavazási út, én is így gondolom. A kezdeményezés nagyon nemes, de koherencia zavar keletkezzen az alaptörvény tekintetében. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt bizottság. Én az egyértelműség témájával szeretnék hozzászólni, és megpróbálom kicsit már szépen gondolatébresztőnek minősíteni a hozzászólásomat. Bármi meglepő is, de én pályám elején mezőgazdasági joggal foglalkoztam, és egy konkrét példát szeretnék elmondani a bizottságnak. Akkor alakult egy viszonylagos nagyméretű termelőszövetkezet, a lecsési termelőszövetkezet, és a repülőtéri kisajátítás miatt jelentős összeghez jutottak, amit fejleszteni tudtak, és egy csodálatos káposztafeldolgozó üzemet hoztak létre világszínvonalú, és ráadásul a helyi hagyományokban abszolút leilleszkedő. És hát legszívesebben kérdést tennék föl, hogy vajon a kezdeményező az ilyen ipari üzemek létesítése ellen is tiltakoznak. Nyilván nem ez a fontos, hanem hogy például a választópolgár az tudatában lenne annak, hogy ennek a kérdésnek az igenlő megválaszolása például az ilyen is tűnik. Köszönöm szépen. Röviden, csak mindenkit emlékeztetnék arra, hogy a győri helyi választási bizottság pénteken utasított el. Az egyetértem azon, hogy Győr megyei Budársai önkormányzat megkezdeményezzen kisajátítási eljárást a 141-ben 2018 kormányrendelettel kiemelt jelentőségű ügyet nyilvánított a győri ipari park bővítése céljából, és ott azt mondta a HVD, hogy hát ez kormányrendelet, ez magas szintű jogszabály, ez nem helyi ügy. Itt visszaugrok a hatási napi rendőrre, ez a kormányhatás követ, úgyhogy ez itt nem lehet helyi népszavazást tartani. Tehát itt azonban a koherencia zavar, akkor itt a bizottságok között is fennáll, nyilván a kúria majd ezt valahogy eldönti. Tartom az álláspontomat, a többre benne van, ahogy kevesebb. Minden jogszabálynál ugye lehetnek esetlegesen alkivételek. Kíváncsián várnám, hogy köszönöm. Szakmászkutatás. Én köszönöm a szót, itt hallgatva a korábbi hozzászólásokat. Örülök egyébként, hogy a Barkeszi tartásunk felhozta ezt a kérdést, mert ugye könnyű valamilyen elmondani, hogy már pedig ez milyen egyértelmű, ilyen ipari létesítmények, és akkor később kiderül, hogy abszolút nem az. De egyébként ebben mi is érzünk némi nemű, tehát mi is mondjam csak értelemszavart, akkor könnyen elképzeljük, hogy mondjuk ez választópolgárnál mit okoz. Én azért azt szeretném elmondani, hogy a litesis tartásunk többször és többször visszatér, egy más témákat is megpróbálok korábbi napirendi pontokat visszahozni. Tehát azért azt hozzátenném, hogy nem nemes célokról szavazunk, hanem egyértelmű, népszavazásra javasolt kérdések hitelesítéséről. És én úgy gondolom, hogy itt a jogszabályok szellemében kell eljárnunk. Az csak egy dolog, hogy egyébként, ahogy itt többen is megfogalmaztuk, igen, a termőföld védelme nem egy cél, de itt nem erről van szó, hanem még olyan kérdésben kell dönteni, ami az MVB tagjai álláspontja szerint egyértelmű, alaptörvényű közös vagy nem egyértelmű.
Ádám. Akkor van ebben a földet, hogy jár. További hozzászólás irányához szavazásra veszem föl, amit a támogatók közöttek. A kérdéket a területet szavazom, ilyen más szavazásra mutatkozik. Megállapodó bizottság 12 igen, 3 nem szavazatta, kérdési teljesítését megtagadta. A 9. kérdésre térünk rá, kérem a tisztelőt ismertesre vezetni. Tisztelt bizottság, kérdés a következőképpen szól. Akarja, hogy az országgyűlés törvényben tiltsa meg ipari létesítmények telepítési céljában a termőföldek művelésből való kivonását? Kérdés, miután a körülményei teljes mértékben megegyezett az előző pontban tárgyaltakkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Itt akkor. Azért van még rendben is. Hogyha hozzá kíván szólni, akkor szabadásra, akkor szerint a érzékelhetőbben járuljon hozzá a falvak jövedelem termelő képességének erősödéséhez. A mezőgazdaságban termelt jövedelmeknek a vidékfejlesztési célok szolgálatában történő felhasználása lehetőleg a keletkezésünk helyén segítse elő a foglalkoztatás bővülését. Itt most visszatérek akkor, hogy a mezőgazdaság az nem ipari létesítmény. Az egy külön mezőgazdasági tevékenység, és a mezőgazdasági tevékenységgel járó élelmiszer előállító üzemeknek természetesen van jogosultsága. Tehát én úgy gondolom, hogy összekeverni egy ipari létesítményt, vagy egy mérgező ipari létesítménnyel a mezőgazdaságból termékeit előállító élelmiszer ágazattal nagyon téves. A mezőgazdaság közepes mértékű agrárüzemek elterjedjenek, valamint a kisebb gazdaságok stabil működése és további fejlődésük biztosított legyen. Köszönöm szépen. Én folytattam volna még egy pár mondatot, de akkor köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A határozott tervezettel egyetértésben kérem a bizottságot, hogy egy kérdési felsőtését tagadja meg. A határozott tervezünk harmadik részében a jogi hátteret is megadjuk meg. A termőföld más célú hasznosítása időleges vagy végleges lehet. A termőföldet más célra csak kivételesen lehet felhasználni. A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszerű földvédelmi járulékot kell fizetni, a járulék a központi költségvetést illeti meg. Így a kérdésben tartott érvényes és eredményes népszavazás mindenképpen érinteni a központi költségvetés belételi oldalát. A ipari létesítmények létesítési céljából a termőföld más célú hasznosítása nem lenne engedélyezhető,
csökkenne a félelmezők által fizetendő központi költségvetés megillető földvizelmi járatok összegét. Tehát a központi költségvetés sokszor törvény tartalmát kívánja a módosítási kérdés, az alaptörvény 8. cikk 3. fektetés B pontjába foglalt kialakban is közik. Egyértelműség vizsgálatánál nem kívánom megismételni az előző kérdésben is szereplő ipari létesítményekkel kapcsolatos problémát. Ezt tartalmazza ez a határozattervezet is. Vitát megnyitom, kérdezem, hogy kíván valaki hozzászól. Vitessi Andrásnak megadom a szót. Most nem utalom az időt húzni, de hát ideig egy központi költségvetés. Hát csak utalok arra, reflektálva valamint szinten Szabó kollégának, tehát nem jogszabályi szerzeményt idéztem, hanem konkrét kúriai döntést, és még egyszer felolvasom csak érzőkön számára, hogy egyetérten azzal, hogy az országgyűlés alaposan törvény az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének a tilalmáról. És itt is az egyik megtagadás indok az volt, hogy jaj, kevesebb pénz lesz az állam bácsinak, és a kúria leírta, röviden és többen, hogy gyakorlatilag lást, lele ingyen sör, nincs olyan kérdés, aminek be lenne gyakorlatilag költségvetési vonzata, de ez nem képezte az akadályát a hitelesítésnek. Gyakorlatilag a kérdés érdemben megegyezik az előzőben, úgyhogy a többit azt nem kívánom megismételni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csernák Csabának. Köszönöm szépen, akkor én magam a tervezetnek, az egyértelműségi klauzuláját látom erősebbnek, nem a költségvetési vonatkozását hozzáteszem. Továbbá úgy gondolom, hogy ez egy hosszú okfejtést bevezetett minket, amitől szeretném elkülönni a késő jogá mindenkit, hogy a tulajdonviszonyok már egy jelentősen átrendezett ilyen korlátozás, mivel az alaptörvény jegyében a termőföld védelem ez egy kardinális szempont, de az alkemmel föld tulajdona, akkor az azonban, hogy ilyen jelenlő tulajdonhozó alapjó korlátozást is lehet nagyon súlyosan. Mondok egy példát, és nem is folytatom, van valakinek egy több száz hektáros területe, és azon mondjuk egy 100 négyzetméter épülő ipari üzem, amelyek jövedelméből megfelelően táplálják azt a termőföldet, eltartják a lakosságot, akik gondozzák azt a termőföldet, és éppen olyan innováció révén a termelés hatékonyabb lesz. Úgy gondolom, ez így bizonyítja, hogy ez a túlzottan globális irodalomfa, ez alaptörvényen foglalt tulajdonhozó jogot korlátozná. A költségvetési része nem értek egyet, de a többi részt az előterjesztésnek igen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ízes Sargásnak másodszor. Köszönöm szépen, hát bocsánat, hogy idézőben Cserbák kolléga kiprovokálta a második hozzászólásomat. Szóval, mintha nem ebben az országban érjenek a tartások. Hát jelenleg Debrecenben a mélyépítési munkálatokat megkezdték az Aksigára. Nem egy elképzelt valami ipari létesítmény, hogy sok embernek ad munkát, hanem külföldiek már megvették a Debrecen környéki panziókat, mert külföldi munkások lesznek ott. Ez a magyar valóság. És termőföldeket vonnak be, vonnak ki a művelés alól. Ahogy történik, ez Győrben. Ott is elindult ez a folyamat. Tehát nehogy már ez a bizottság eljátsz azt, hogy nem tudja, hogy milyen országban él és mi történik. Gratulálok! Biztonságukat veszélyezteti vele, ezt kéne megérteni, profit érdekből csinálják, politikai döntést. Nem szabad ilyen esetben politikai döntést hozni. Köszönöm szépen. Mennyiben nincs ezt a szavazásnak azt mondja a kérdés, kérem, hogy ki egyetek a házat előttel szavazunk mindenben. Megállaptam, hogy 12 igen, 3 nem szavazattal. Kérdés a Nemzeti Választási Bizottság kérdési felestési kezdés. Utolsó kérdés, úgyhogy a tizedik kérdés, a felfőosztályi tudatizelmények ismertetését. Tisztelt Bizottság, a kérdés következőképpen szól. Akarja, hogy Magyarország megtagadja az orosz termékekre és energiahordozókra kivetett Európai Uniós szankciókat. Mennyi más körülményeinek egyeznek az előző pontban tárgyaltak? Köszönöm szépen. Köszönöm.
Köszönöm szépen. A határozott javaslatot is az a bizottság kérdés utasítését adjon. A kezdeményezés sebben célzott jogalkotás uniós jogot, tanács rendeletét és határozatait érinti. Az alaptörvény 8. cikk második befejezése alapján az országgyűlés feladat azt kell viselni, hogy az országgyűlés feladat és hatáskörébe tartozik a kérdés. Az alaptörvény rögzíti, hogy Magyarország az Unióban tagállamként való részvétele érdekében az alaptörvényről eredő egyes hatáskörét a többi tagállammal közösen az Unió intézményei útján gyakorolja. EU a rendelet általános hatállyal bír, teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazható valamennyi tagállamban. Az alaptörvény alkotmányos szinten deklarálta, hogy az uniós jogforrások a hazai jogrendszer részei és tartalmazhatnak általánosan a kötelező magatartási szabályt is. Tehát mind a szankciós határozatban, mind a szankciós rendeletben meghatározott korlátozó intézkedések kötelezően és közvetlenül alkalmazhatók Magyarország tekintetében. Így az országgyűlés nem rendelkezik jogalkotási felhatalmazással arra vonatkozóan, hogy az uniós jogforrásokban előírt kötelezettségeket lerontsa, semmissé tegye vagy megtagadja. Akkor már nincs szuverenitásuk, ne arra vigyelek. És a nemzeti konzultáció? A határozott egyértelműség vizsgálatára. Kétokból is megtéveszte a kérdés. Egyrészt a választópolgárok döntő többsége azt gondolhatja, hogy a Magyarországon is hatáskörbe tartozik a kérdés, pedig nem erről van szó. Másrészt pedig azt a téves látszatot kelti, hogy az Európai Unió által Oroszországra kivetett szankciók valamennyi orosz gyártmányú, vagy eredetű termékre, illetőleg Oroszországból származó energiahordozókra vonatkoznak. Ugyanis itt több kérdést tartalmaz a kérdés, hogy rossz termékre, vagy rossz energiahordozókra vonatkozik. Ezért, hogy a kérdés nem az országgyűlés hatáskörébe tartozik, és az egyértelműség követelményesen felel meg, kérem, hogy a hitelesítését a bizottság tagadja meg. A vitát megnyitom, kérdezem, hogy kívánok valaki hozzászólni. Mikesi Sandrásnak megadom a szót. Viszont mondom, egyetértek a tervezettel, annak az indokolásának a kiegészítését kérem azzal, hogy a magyar kormány minden szankciót megszavazott, majd ezzel szemben a nemzeti konzultáció és a társadalmi célú hirdetéseknek átszázott hirdetéseket napi szinten mondja. Tehát, hogyha meg tudjuk állapítani, hogy egyes szervezők más népszavazási kérdésekre mit tettek, meg milyen hossz szemüséget, mert majd tudom, adászódom a bírságig is eljutottunk, akkor nekem ez a javaslatom, hogy egészítsük ki ezzel, mert ez tényszerűen ez történik. Tehát nem csak egy jegyzőkönyvnek számod a megjegyzést, hanem kérem, hogy a jó. Viszont nem volt elég szabatos a megfogalmazás. Nem volt egy szabatos megfogalmazás. Akkor kérem, hogy egy mondatban fogalmazás, hogy melyik pont után, melyik pontban szeretnéd elérni az indokolásba ezt a mondatot. Jó, köszönöm szépen. A római négyespont 44. bekezdése, tehát ez egy új bekezdés lenne. A Nemzeti Választási Bizottság megjegyzi, hogy a magyar kormány az Unióban a szankciós csomagokat megszavazta, és ezzel szemben ellentétes tartalmú kormányzati tájékoztatást végez Magyarországon. Köszönöm. Sárnyi Szoltán, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt bizottság. Szóltam még Tétei kollégának a Szabó kollégának a felvetésére, illetve arra elmondott, hogy maradjunk már
hozzászólás nincs, akkor felteszem szavazásra Dühes Sandrás kaptársamnak javaslatát, hogy az ő által megfogalmazott 44. bekezdéssel kiegészüljön az indoklás, aki ezzel egyetért kérem szavazni ilyennel. Megállapítom, hogy 4 igen és 11 nem szavazattal a határozat indoklásának kiegészítését elvetettük. Most átférek a határozattervezet a szavazásra, aki egyetért a nem kiegészített határozattervezet szavazott ilyennel szavazás indulmat. Hiszek Magyarország feltámadásában. Az álló legyen.